Hát valóban nagyon csodálatos ez az abcse 6-7. Én a 6-tal kezdeném. Ugye mind a 7 személy, akit kiválasztanak, görög származású zsidó ember. Ezt látjuk ugye az asztalok körüli szolgálatnál, hogy föl lázadnak egy kicsit az özvegyasszonyok, hogy mellőzve vannak. És ez az István, ahogy előképbe kerül, én onnan szeretném kezdeni, hogy Istvánt elfogják, és párhuzamot én is arról szeretnék nektek beszélni, az a csodálatos párhuzam, ami István élete és a názereti Jézus élete között mutatkozik. Egyértelműen a versekből kitűnik, hogy ugyanazokon megy át István, amin Jézus átmegy. Ugyanazokon az atrocitásokon. István telve volt Isten kegyelmével és erejével, nagy csodákat és csodálatos jeleket tett az emberek között, a másik úgy mondja, a nép között. Itt egy pillanatra szeretnék megállni. Amikor Istvánt berángatják a főtanács elé, ugye a Sanhedrin elé, 71 főből állt a főtanács, képzeljétek el, ott István nem magát kezdi védeni, hanem István elkezdi elmondani Ábrahámtól, az ős atyától az Istennek a tervét. Egyáltalán nem arról szól a történet, hogy ő magát védje és igazolja. Ő ott előkészíti azt a fantasztikus megváltást, hogy a judaizmuson túl fog menni a kegyelem. Hogy nem a judaizmushoz, nem csak a zsidókhoz jön el a mesiás, hanem a mesiás eljön az egész világ számára. És ott pontosan erről beszél már István, és nagyon megragadott, amikor gondolkoztam rajta, hogy ugye hol tett István jeleket, csodákat? Azt mondja az ige, hogy a nép között. Tehát a nép között Isten hatalma, Isten dicsősége, Isten ereje ott volt rajta. Nem kis módon, azt mondja a Biblia, hogy fantasztikus, nagyon sajnálom, hogy nem említ Lukács arról a beszámolójában, hogy milyen jelek és csodák történtek, de nagyon nagy jelek és csodák történtek, mert ez az embert valahogy nagyon-nagyon eltalálta az Isten szelleme. Ez az ember, ez a szellemmel együtt mozgott, értitek? Ez a nép között, biztos a vakok, nem olvassuk, de úgy mondja a Biblia, hogy nagyon nagy jeleket és csodákat tett. És akkor mi történik? Azt mondja, hogy elkezdtek vitatkozni Istvánnal. Tehát ez azt jelenti, hogy István egy nagyon profi, olyan szónok volt, aki belement a vitatkozásokba. Pál is ilyen volt. Tehát nagyon képzett, nagyon, nagyon képzett volt az Isten beszédébe, mert ezt látjuk, amikor elkezdi sorolni a dolgokat. De azt mondja, hogy elkezdtek vitatkozni, de nem volt erejük, hogy ellenálljanak a bölcsességnek és a Szent Szellemnek. És itt jön az első párhuzam, hogy Jézusra is állandóan vitatkoztak, de nem volt erejük. Hogy Jézus mindig fölül kerekedett. Azért, mert az Isten szelleme volt rajta. Na, a következő párhuzam. Azt mondja, ekkor pénzt adtak néhány embernek. Tehát ez is megtörtént Jézussal, hogy pénzt adtak, hogy olyat mondjanak róla, ami nem igaz. Tehát most értitek, nyilván ez ma is megtörténik, hogy a korrupció és azok a dolgok úgy mennek végbe, hogy emberek pénzt vesznek el, csak azért, hogy az igazságot elferdítsék hamisságra. Akkor a következő azt mondja, hogy pénzt adtak, hogy ezt mondják, hallottuk Istvánt, amikor Mózes Isten szídva káromkodott. Tehát a következő párhuzam, hogy a hamis tanúk előléptek, és elkezdték Istvánt bevádolni. És akkor, tehát István, hogy a képet lássátok, ami úgy a szívemben van a Szent Szellemtől, hogy István a nép között hatalommal, erővel az Isten dicsőségét képviseli. És akkor jön az ördög, az ő hatalmas, úgymond mindent megmozgató ellenáll. Tehát azokkal a személyekkel, gondoljátok el, akik Jézusnak is ellenálltak. Akik
azt mondja az Isten ige, hogy amikor mi a Szent Szellemet vesszük, akkor a Szent Szellemben elkezdünk növekedni. És akik meg nem a Szent Szellemet veszik, azok elkezdenek a gonoszságba is növekedni. A Jelenések ezt mondja, hogy pecsételd be, hogy aki szent, az legyen még szentebb, aki gonosz, az legyen még gonoszabb. Tehát értitek, a párhuzam elindul, hogy az Isten iránt szomjazó és Istent vágyó, szerető emberek elkezdenek növekedni az Isten dicsőségébe. És ez történik Istvánnal. És elkezd arról beszélni, hogy mi fog történni, és akkor főtanács elé rángatják, és akkor az első, az nagyon érdekes, hogy vasárnap dicsértük az Urat a gyülekezetbe, és én nem gondoltam az Abcsel hétre egyáltalán, és egyszer csak jött egy szó a dicséret alatt. És erről egy picit többet szeretnék nektek beszélni. Azt mondja, hogy csend lett, és azt mondja a főpap, hogy akkor kezd el, és István elkezdi, és az az első szava, hogy testvérek, atyák, hallgassatok rám, a dicsőség Istene megjelent Ábrahámnak, ami ősapánknak. Ez akkor történt, amikor Ábrahám Mezopotámiában lakott, és azt kaptam a szívembe a dicséret alatt, hogy a dicsőség Istene megjelent. És erről szeretnék egy kicsit többet beszélni, hogy mindig az Isten a kezdeményező. Ezt adta a Szent Szellem ott, abban a pillanatban, nekem a dicséret alatt. Figyeljetek ide, én egy picit előrébb mennék, mint István. Azt mondja a bűnbeeséskor az Isten szava, hogy vétkezik... Csak egy picit. Vissza a teremtéshez. A Szent Szellem adta, hiszem. Az Istvánnak is. Azt mondja ott az Isten igéje, hogy amikor bűnbeesik Éva, és úgy Ádám, és mindenki elkezd magyarázkodni, akkor a 3:14, és mondd az Úristen a kígyónak, mivel, hogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barmon, és minden mezei vad között, hasadon járt, sport egyél életed minden napjában. És ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között, és az neked a fejedre tapos, te pedig a sarkát mardosod. Tehát az első kezdeményezés az Istennek ott volt azonnal a bűnbeeséskor, hogy el fog jönni a Mesiás. Hogy a Mesiás a fejedre fog taposni ördög. A Mesiás le fogja taposni. Igaz, hogy a sarkába fogsz marni, igaz, hogy marni fogod, de nem tetsz ellene semmit. És ez történt. És ezt értettem meg, hogy mindig az Isten kezdeményez. Nézzétek meg, végig lehetne venni az egész Bibliába, Dávidnál, hogy azt mondja a prófétát, elküldi az Isten a prófétát, hogy kent fel királynak az Isai fiát. De nem mondja, hogy melyiket. És a próféta mindenkire gondol, csak nem Dávidra. Jönnek a nagy harcötett srácok, ott felsorakoznak, egyik daliább, mint a másik. És akkor azt mondja a Szent Szellem, nem. Azt mondja, van-e még fiad Isai? De már mind fölvonult. Van-e még fiad? Hát azt mondja, van még egy gyerek, azt mondja, kin van a mezőn. Na azt mondja, én addig nem ülök lebédelni, amíg innen nem hordod azt a gyereket. Oda jön, és rászáll a Szent Szellem a prófétára, és az Isten kezdeményezése, tehát milyen fantasztikus az Isten. Azt mondja, a dicsőség Istene Háránban megjelent Ábrahámnak. Tehát nem az Ábrahám ment oda, hogy valamit tegyen, hanem az Isten megjelent az Ábrahámnak, és szólt hozzá, hogy figyelj Ábrahám, gyere ki innen. Nagyon érdekes. Amikor Ábrahám kijön, nem oda megy, ahova az Isten mondja neki, hanem megáll Háránba. És ott meghal az apja. És megértettem valamit. Le kellett egy korszaknak zárulni. Az Ábrahám nem tudott az apjával együtt menni arra a helyre, amit az Isten mutatott. Nem tudom miért, testvérek, de biztos, hogy van egy kép benne, mert amikor meghal a papa, Ábrahám édesapja, akkor újra jön az Isten, újra kezdeményez az Isten, és újra szól, na azt mondja, most menj tovább. És akkor Ábrahám tovább megy, oda, ahova az Isten elhívja.
Azért, mert azt mondta Isten az Ábrámnak, hogy gyere ki a te házad népéből. Ő meg vitte a papát. Vitte a papát. Igen. Na, erre nem gondoltam, de maga ugyanaz az elv, amiről beszélünk. Tehát a papának el kell menni. A pap, nem tudjuk hány év telik itt el, de a papa elköltözik az örökké valóhoz, és Ábrahám megy tovább az ő útján. Értitek? És akkor ott történik az, hogy elkezdi a gondolatot végigvinni István. És csodálatos módon levezeti. És csak kis eseményeket szeretnék nektek mondani, hogy ugye három fő dolgot futtat végig István a gondolataiba. Ugye az Ábrahámnak tett ígéret az a 2-től 8-ig van. Utána József viszontagságai, amiről Laci beszélt, hogy a cifra ruha, az a kisgyerek, aki annyira várt már ő. De figyeljetek ide, ebbe a Józsefbe volt azért valami. Ezt ő meglátta. József a 11. a sorba. És ugye Benjamin a 12. 11. fiú. Végre a szerelem szerelmétől. Attól a szemétől, akiért azt mondja, hogy 14 év semmi nem volt. Gyerekek, 14 évig szolgálni valakiért. Mert az első 7 évben becsapják. Hogy valószínű, hogy leitatták. Ugye esküvő volt, leitatták. Jákob nem beszél a Biblia erről, de hát hogy létezik, hogy reggel veszi észre, hogy nem a szerelme semmi van mellette. Érted? Lehet, hogy olyan volt, mint a csacsi úgy beittasod, csak nem beszél a Biblia. Nagyon érdekes egyébként a 12 pátriák, a 12 alap, csodálatos alap az Ószövetségben, hogy milyen minden hájjal megkent csávok voltak, gyerekek. Ha belegondolok, hogy mekkora az Isten kegyelme, hát ez fantasztikus. Figyeljetek ide, megtetszik Diana, mennek a Jákob a fiaival, megtetszik Diana az egyik királynak a fiának. Ilyen mesébe illő történet. És azt mondja, hogy minden, apám, tegyünk meg mindent, mert ez a nép nekünk jó lesz. Ezekkel majd kapcsolódunk anyagilag, meg minden. És azt mondják a fiúk, hogy körül kell metélkedni, nincs mese. És iszonyú fájdalommal jár a körülmetélkedés felnőtt korba. 8. napon kellett elvégezni, nem tudjuk miért, az Úr tudja, valószínűleg a gyerek az ugye másképp éli meg, de felnőttnek óriási sebláz volt, és mindenki le volt gyengülve. És mindenkit legyilkol a 12 fiú, gyerekek. Hát 2, de úgy, hát nyilván a többi is benne volt, de értitek, tehát most így a kollektíva bűn. Tehát nem ment a 10 ellene, de igazad van. Értitek, hogy milyen csávok voltak ezek? És azt mondja a Biblia, hogy az Izrael 12 törzsének az alapjait rakták le. És ha így belegondolok, milyen nagy az Isten kegyelme. És akkor gondold el, hogy Jézus a kezdeményező, tehát csak a gondolatot végigvíve, oda megy a Péterhez, és azt mondja, gyere, kövess engem. Péter elhagyja a hálót, azonnal megy Jézus után. Tehát hogy történt a mi életünkben? Nem úgy történt, hogy Jézus a szívünkhöz szólt. Figyeljetek ide, engem, én csak egy ima alkalomra akartam elmenni, és Isten rabul ejtett. Az volt bennem, hogy elmegyek, hogy a mama tudja, hogy minden rendben, elmentem az ima alkalomra, és a Szentlélek leszállt rám, lezuhantam a földre, elkezdtem nyelven közölni, betöltött az Isten szelleme 40 évvel ezelőtt. És soha többet nem mentem a diszkóba, mert az életem megváltozott, minden megváltozott. Az Isten volt a kezdeményező, nem én, ő akarta, hogy én az ő szolgája legyek. És ez a fantasztikus, ezt értette meg egy pillanat alatt, a dicséret alatt, hogy ezt kell nekem, ezt a fonalat megragadnom, hogy mind azt mondja, a dicsőség Istene megjelent Ábrahámnak. A dicsőség Istene megjelent Mózesnak. Mert oda néz a csipkebokorba, figyeljetek, 40 év, és Mózes
agyon csapja az egyiptomit. Na, az se volt. Börtönbe járok szolgálni, értitek? És a börtönbe nem kis pályások vannak, értitek? Ott simán lenyomják a másikat, ha nem tetszik a feje, érted? Akkor elrendezik. És ezeknek az embereknek, ha nem a szeretetet visszük, értitek? Akkor be se jönnek. Nem érdekli őket az én dumám, vagy a másik dumája, de az Isten szeretete megragadja a szívüket. És az Isten szeretete, értitek, egy új embert hoz ki azokból a gyilkosokból, meg stb. És akik, ma is ugye figyeljetek, akik végig azt csinálták, hogy zokszó nélkül elvették a másik pénzét, vagy kirabolták, vagy értitek. Tehát most nem akarom belemenni a részletbe. Tehát mindenütt azt látjuk, hogy az Isten olyanokat, Isten szemébe nem számít, hogy valaki mit tett. Isten szemébe egy számít, hogy a hit égjen a szívébe. Hogy elfogadja azt, amit Isten készít. Hogy az, amire az Isten elhívta, arra igen mondjon. Figyeljetek ide, hát milyen bűnös volt a Zákeus. Azt mondja Jézus, gyere Zákeus, ma nálad kell. Csak hogy megértsétek, az egész Biblia végig arról szól, hogy Isten a kezdeményező. Az Isten megjelent Ábrahámnak. Ott. És Ábrahám azt mondta, hogy oké, megyek. És nem enged, és egy talpalatnyi földet se azt mondja a Biblia, annyit nem kapott. És elment. És akkor még 200 évig éltek az emberek. És milyen volt Ábrahámnak, hogy semmi nincs. Megvette ugye a Mamré tölgyesébe a barlangot temetőhelyül. De azt olvassuk, hogy egy talpalatnyi földet se kapott, csak majd Izsák, illetve Jákob fiai. De ott is 400 évig, 430 évig elmennek más helyre. És akkor visszajönnek. Tehát csodálatos az egész összefüggés. Tehát József viszontagságai, akkor szabadulás Mózes vezetésével, ez a 17-től 43-ig beszél. Szent sátor építése ott nagyon világosan kijelenti István, hogy nem. Tehát, hogy egyrészt a pusztába kapják a sátort, hogy meg kell építeni, és egy gondolat, hogy ő ugye görög zsidó volt, és végigvezeti, hogy az Isten elhívása ott jön Ábrahámnak, amikor még nem is volt Izrael földjén. Az Isten elhívása úgy jön Mózesre, hogy máshol van. Fáraó fiaként van. Az Isten elhívása úgy jön, és itt végig lehet olvasni, hogy semmi közük nem volt Izraelhez. Tehát mégis, tehát ezt próbálja bizonyítani a főpapoknak István. És ugye amikor begerjednek, mert a végén azt mondja, hogy ti mindig a Szent Szellem ellen mentetek, ide figyeljetek, és levezeti az egész Bibliába azt, hogy Isten hogy hívta el az embereket, hogy szerette Isten, hogy hívta ki, hogy hozta ki az embereket, és azt mondta, ti kemény szívűek, azt mondja, igaz, hogy körül vagytok ti metélve, de a szíveteket soha nem metéltétek körül, soha nem fogadtátok el az Isten szavát, soha nem érdekelt az Isten szava benneteket, mert ha érdekelt volna, és ott mondja, figyeljetek, ott mondja egyedül, soha többet nem mondja az Isten igé az új szövetségbe, hogy emberfia. Azt mondja, látom az emberfiát az atya jobbjánál fölállni. Ott mondja utoljára, mindig Jézusról beszél tovább a Biblia. Mindenkinél, tehát Pál is mindig Jézusról beszél. De ott az István, ha megnézitek, besatíroztam, hogy az 56. vers felkiáltott, nézzétek, látom a megnyílt mennyet, és az ember fiát az Isten jobb oldalán. Mondhatta volna, hogy Jézust látom. De emberfia párhuzamot hozott, hogy Jézus is mindig mondta, hogy Júdás, csókkal árulod el az ember fiát. Tehát mindig úgy hívta magát. És itt figyeljétek meg, sehol nem találjuk többet az abcselba se, és az új szövetségbe, hogy egyetlen egy apostol is mondta volna, hogy emberfia. Itt még az van, emberfiát. És akkor ez is egy fantasztikus dolog, ahogy el tudom képzelni, hogy annyira tele volt szeretettel. Ez az István, ez telve volt elsősorban a szeretettel. És ugyanazon végigmegy, hogy megkövezik,
és oda teszik Saul lábához a ruháit, és ez azt jelenti, ott egy görög szó van, nem írtam föl, ami azt jelenti, hogy beleegyezés. Tehát ő ugyanúgy beleegyezett, mivel vigyázott a ruhára. Tehát teljesen egy volt, része volt, egy volt. Lehet, hogy ő nem dobott rá követ, de az összes gonosznak a ruháját őrizte, akik rádobálták Istvánra a követ. És akkor István fölkiált, és azt mondja, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. És ugyanaz, ami Jézus, tehát a párhuzam Jézussal végig ugyanaz a Szent Szellem, ugyanazt végzi el ebbe az Isten szent emberébe. Figyeljetek ide, annyira inspirál engem az István. Annyira inspirál, hogy egy olyan Isten szellemétől egy olyan fantasztikus személy lehetett, nem véletlen, két részre beszél a Biblia, de annyira vágyom azt a bátorságot, értitek, azt a hitet, azt a ízét, hogy nem érdekelte őt, hogy 70-en most nézik. És azért ragadott meg ez, és föl is írtam, hogy nagy csodákat jelekedtett, hol is? A nép között. Ott már nem. Jézus azt mondja, hogy nem tett köztük jel csodát. Amikor megkérdezi, ahogy hívják, hogy végre látja, érted, a Heródes, azt mondja, mutass valami csodát. Hát nem bazári majom volt Jézus, meg cirkusz ízé, hogy majd most teszek neked csodát. Ő az Isten fia volt. Az egész élet egy csoda volt. Az egész kezdeményezés az atyától indul ki, és ahogy beszéltünk Gáborral idefele a fiammal, hogy az örökké valóságban már az Isten eltervezte, hogy bennünket a maga fiaivá fogad. És ez engem annyira inspirál, testvére, hogy Isten így gondolkozott rólam, hogy mindig ő kezdeményez. Hogy ő kezdeményezett azzal, hogy te meghallottad az evangéliumot. Nem a te nagy jóságod, meg a te rendkívüli nagy akármid. Nem. Az Isten szeretete, az Isten jósága az, hogy tetszett neki, hogy téged elhívjon, tetszett, hogy kiválaszol, és ki vagy választva egy fantasztikus munkára, hogy azt a munkát te elvégezd az Isten országának a dicsőségére, az Isten jelenlétének a dicsőségét, hogy hordozzuk, értitek, hogy ez a fantasztikus Szent Szellem, ami a motto, hogy vesztek erőt, minek után a Szent Szellem rátok száll. Igen, ránk szállt a Szent Szellem. Igen, a Szent Szellem bennünk van. Igen, nem Jézus fog idejönni már a csodákat véghez vinni, hanem te fogod végigvinni azt a Jézusi csodát, amit ő ott abba hagyott, mert azt is megmondta, hogy nagyobbakat fogtok fiúk tenni. És ma is látjuk azt, hogy 5-10 ezer gyermeket megetetnek egy falat rizssel. Egy falat rizssel Afrikában. Hallottam egy szolgálatot, hogy odavitték a családnak a rizset az amerikai követségen keresztül, és azt mondta, hogy ő nem eszik, és a gyerekeinek se ad, azt mondta az édesanyja. De azt mondja, és ott volt több ezer gyerek kint Afrikában, és éhesek, és várták, hogy kapják az ételt. És akkor azt mondja, én nem tudom megenni. És elkezdtek leborulni, és elkezdték Istent imádni. És akkor azt mondja az Úr, hogy hívják a testvérnek? Heidi Baker. Akkor azt mondja az Úr a Heidi Bakernek, rámentek a netre, meg tudjátok nézni. Azt mondja, most menj, és kezd el kiosztani. És amit ő kapott kicsit a gyerekeinek, egy adag rizs, annyi volt, nem volt, azt elkezdik kiosztani, és mindenki jól lakik, a több ezer gyerek jól lakik. Tehát Isten ma, most, Isten ugyanúgy megteszi. Lehet, hogy most jó helyzetben vagyunk, de figyeljetek ide, és ezzel befejezem. Jöhet idő, amikor jön az üldözés, amikor jön a nehézség, amikor elkezdenek szorongatni bennünket, és a gyémánt is attól válik gyémántá, hogy nyomás, prés alatt van, és amikor bepréselnek bennünket, akkor ki fog törni belőlünk az Isten szellemének az ereje, hatalmat. Csak kész kell lennünk, értitek? Tehát Ábrahám valószínű, hogy kész volt. És az Isten szava szólt hozzá, és elment, és amikor megtette egy részt, akkor jött az Isten szava újra hozzá. Jákobnál ugyanaz van, lefekszik, oltárt épította az Úrnak, egy körre lefekszik, jönnek az angyalok, és egyszerűen elkezdik vezetni az életét.
És itt ez a csodálatos könyv, az Isten szava vezeti a mi életünket. Tehát most nem azt jelenti, hogy addig nem teszek semmit, ameddig nem jön valami mennyei dolog. Tedd meg, amit kell, tedd meg, amit ma, amilyen látásod, világosságod van a szívedben, azt te tedd meg, de tudd meg, hogyha ezt teszed, akkor Isten elkezd hozzád szólni, Isten elkezd újra és újra fölkarolni, és oda megy hozzád, és azt mondja, hogy figyelj, nagyon jó, menj tovább. És csak ennyit kaptam a dicséret alatt, hogy én vagyok a kezdeményező. Ennyit hallottam a szívembe, hogy a mindenható Isten megjelent. És mondom, ez egy akkora rész, hogy beszéljek én erről? Az egész történelem végig megy ott. Miről beszéljek nektek? És akkor az Isten azt mondta, hogy ezt kell nekem megragadni. Én tudtam, ismerem az Isten szellemét, és amikor csak egy szót kapok, én nagyon boldog vagyok, mert tudom, hogy arról kell beszélni. A múltkor arról volt szó, tudjátok, hogy ugye sok ezer, 5000-ig számolták, utána már nem számolták. És ott is arról volt szó, hogy ott is arról volt szó az előző részben, hogy itt volt jó. Igen, hogy éppen akkor tették le azt az embert, és akkor ezt hallottam az Úrt, hogy éppen akkor. És ez az éppen akkor, ez ott van a te életedben is. Erről már beszéltem a múltkor, tehát most nem akarok újra beszélni. Tehát Isten nek elég, hogyha csak egy szót szól hozzád, és a te életed megváltozik. Istennek csak elég egy érintése, és a te egész életed meggyógyul, kivirágzik. Az életed új fordulatot vesz. De arra legyél nyitott, hogy azt hallgass meg, azt az egy szót. És akkor ezzel befejezem, hogy még itt én fölírtam egy pár dolgot, hogy Isten áldásai nem korlátozottak, tehát az Izrael földjére. Nagyon sok áldását az Isten direkt ott adja, nem az Izrael földjén, hogy bemutassa, hogy mindenkit szeret az Isten, a pogányságot ugyanúgy. És ezt nem tudom elolvasni, hogy mit írtam. Úgy sietem. Annyira sietem. Gabikámért kellett menni, úgyhogy legyetek áldottak.